Tával többszeti budai leállítja a 16-os oldalvonalánál, majd forgatással játszik össze, holottás befelé borítja Busásnak, na most egy jel, aztán lövés, gól! 3-0, megszületett tehát a nagy győ. Ma van a Magyar Labdarúgás napja, amelyet 1993 óta ünnepel meg a Magyar Labdarúgó Szövetség. 64 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon az akkori magyar labdarúgó válogatott a Wembleyben 6-3-ra legyőzte Angliát, amely addig egyszer sem veszített hazai pályán. A találkozót az angolok már akkor az évszázad mérkőzésének nevezték. Nem kötelező futballistának lenni, de ha valaki fölhívja, felhúzza, akár egy egyesületnek a mezzét, vagy nem beszélve arról, ha eljut oda, hogy a címeres mezt, egy országnak a képviseletét bízzák rá, akkor kutya kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy az embereknek örömet szerezzenek. Mert azt szoktam mondani, nem a közönség viszi a futballt a pályára, hanem a futball viszi a közönséget a pályára. A Magyar Labdarúgás napját Csepelen is megünnepelték. Egy szoboregyüttest avattak fel, amely a helyi klub néhai legendáinak, az aranycsapat tagjainak, Cibor Zoltánnak és Tóth II Józsefnek állít emléket.